Magyar képek. Ezzel a szlogennel hirdette meg a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar idei, immár 14. alkalommal életre hívott nyíregyházi nagy koncertjét. A gála est ezúttal is tartalmaz majd külföldi zeneszerzőktől származó műveket, a koncert egészének tematikája azonban elsősorban hazai művészeti motívumokból tevődik össze. Az eseményt jövő hét hétfőn rendezik meg a Váci Mihály Kulturális Központban, ezt a Városházán tartott sajtótájékoztatón jelentették be. Azért szeretem ezeket a koncerteket többek között, mert egy olyan széles repertoárt tudnak bemutatni és játszani, ami azokat az embereket is, akik nem értik a zenét közvetlenül, el tudja kalauzolni egy olyan világba, ami egy kicsit felhőtlenebbé teszi a mindennapjaikat, a szórakozásukat. Azt, hogy most magyar képekkel jönnek, az annak meg különösen örülök, mert mindig játszanak magyar zenét, de ennyire hangsúlyosan nem szoktak. Nyilván a világ zenei alkotásaiban nyilván van olyan, amit be kell mutatni itt Nyíregyházán, sőt, érdemes is az ember tudja. Szóval örülök annak, hogy itt vannak, hogy a Váciban végül lett hely, hogy ide jöhetnek, és hogy egy olyan színvonalas műsort adnak itt az elmondottak alapján, amely a lelkeket és a szíveket valószínűleg, hogy meg fogja örvendeztetni. Január közepén így próbált újévi koncertjére a Nívó Díjas Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar. Már az akkori eseményen is közreműködött a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium táncművészeti tagozata. Bakó Levente, a zenekar művészeti vezetője elmondta, a tavaszi nagy koncerten még nagyobb szerepet kapnak a növendékek. Arra gondoltunk, hogy legyen egy teljes estét betöltő, gyakorlatilag néptáncos gála, ha lehet ezt így fogalmazni, de azért nem írtuk ki, hogy néptánc gála, hiszen minden tavaszi hangversenyünkben van egy kis pozitív csavar, így az első szám, a nyitány, egy amerikai zeneszerzőnek, James Barnes Alva már nyitánya lesz, ami végtelenül könnyed, kedves és egy kicsit ilyen nyárhivogató is, de utána már belecsapunk a lovak közé, ha lehet ezt így fogalmazni, és már a néptáncé is a főtere, Kállai kettős, Szirmai Román Suite, ezt követően ugye, amíg ők pihennek, addig eljátszuk a Kodály Hári János daljátékból a toborzót, ahol Szabó Soma, Lisztias karnagy vezetésével a Kántémusz vegyes kar férfi kórusa fogja énekelni az ajólovas katonának bejól vagyon dolga. Ezeken kívül Csernák Mónika és Csernák Zoltán előadásában lesz hallható a Quimby Most múlik pontosan című dalának feldolgozása, majd Ignác László és Gulyás László klarinétművészek muzsikálnak.